kedd este nagy üzem a Felsővárosi Sporttelep műfüves pályáján. Az Egeresen megyei első és másodosztályú labdarúgó csapata is már elkezdte a felkészülést a tavaszi fordulóra. Az első osztályban élen álló csapatnak egyelőre még futás, kondicionáló edzés szerepel a programban. Múlt héten igaz, már elkezdtük, de már jóval előtte a mester kiadta a futóprogramot, hogy december 17-től mi már aktívak vagyunk, úgymond, még az előző hét az rávezetés jegyében tellett, de most már kőkeményen belecsaptunk a futásokba. A következő héten bentlakásos edzőtáborba Egerszalókra vonul a csapat, ahol napi 3 edzés vár a játékosokra. Január 20-ától február 17-ig eddig 10 edzőmérkőzést kötöttek le, ezen kívül indulnak a téli kupasorozatban is. Lényegében így egy hónap alatt egy fél szezonnyi találkozót játszanak az egriek. Igaz, a tervek szerint az utóbbi mérkőzéseken a megyei másodosztályban szereplő második és az ifjúsági csapat játékosai is szóhoz jutnak. Távozók és érkezők is vannak. Komlósi már nem lesz a kerettagja, Palágyi Milán időközben befejezte a játékot, és a héten ugye Dobos Attilának is új munkafeladatot adtak a Divós Győrnél. Az első csapathoz került, mint területi edző, úgyhogy tavasszal őre sem számíthatunk, tehát darabban is 3-mal kevesebben vagyunk. Ugye egy igazolás érkezett a Jakab Richard, a héten próbajátékon részt vesz nálunk a Balogh Richard tájáról, és még várunk jövő héten fiatalokat. Az utánpótlásból Révész András csatlakozása már biztos a felnőttekhez. A vezetőedző Víg Ferenc megjegyezte, a keret gyengült az őszihez képest, de a cél továbbra is a bajnoki cím megszerzése. Az első felkészülési találkozó a BLS első osztályban második Újpest második csapatával lesz szombaton. Hazai környezetben először január 27-én a Bogács ellen a Felsővárosi Sporttelepen láthatjuk az egrieket.